Sziasztok, itt Attila. ez pedig a Gamehallom csatorna 7 Days Tudás sorozatának 16. része, ha minden igaz, de a címben, ami alatta van valójában, ott láthatjátok, hogyha tévednék. Szóval, ö, van itt egy kis cetlim. Leírtam, hogy mikről kéne beszélgetnünk, illetve mit nem kéne elfelejtenem. Miért nem volt Vörös Éjszaka a 14. napon? Igen. Na szóval, úgy működik, hogy... Ó, oh, itt ilyet is készítettem. Ah. Jó, még mielőtt ebbe a témába belevágnánk. Amint láthatjátok, részben befejeztem a tetőt. Egy problémánk van, és készítettem ilyen üvegablakokat ide. Nem látszik annyira, de remélhetőleg azért látjátok ott a fénylését jó formán. De higgyetek nekem, vannak üvegablakok, kivéve itt. Itt, itt. itt Talán így látjátok a különbséget. Itt nincs, itt van. Itt nincs, itt van. Na, szóval miért nem volt a 14. napom vörös éjszaka? Ennek egy nagyon egyszerű oka van, azért, mert átállítottam, hogy két hetente legyenek vörös éjszakák. Trader Joe-hoz? Trader Joe-hoz jöttünk, igen. Azért állítottam át, hogy legyen időm, Dolgokat csinálni, meg a felvételeket megcsinálni, mert az a helyzet, hogyha minden egyes héten vörös éjszaka van, az azt jelenti, hogy egy napot azzal töltök az egyik héten, vagy két, minden héten egy napot utána azzal töltök, hogy visszaépítem a bázisomat. Szóval, hogy ezt minimál, minimalizáljam ezt az időszakot, ezért úgy döntöttem, hogy inkább legyen két hetente. Arról nem is beszélve viszont, oké, okay, két hetente jönnek a zombik, Viszont dupla annyian jönnek a zombik. Tehát általánosságban 8 darab zombi van egy vörös éjszakán, viszont én átállítottam, hogy 16 legyen. De lehetséges, hogy egy picit többre állítottam, mint 16. Miért nincsen ásos küldetésed? Buried supply. Na, ezt szeretnénk. Kösz szépen. Miért ásos küldetés veszek fel? Azért, mert útközben szeretnék körbenézni, hát ha találunk ilyen ilyen fákat, ilyen félig kivágott fákat, mert hogyha azt szétütjük, akkor elméletileg kaphatunk belőle mézt. És akkor talán, talán, talán rendbe jövünk. 225 kilobits per szekundum. Wow, bro! Wow! Miért töltesz ennyit? Figyeljetek, három perce veszünk fel, a videó majdnem két giga. Szóval, már egy pár ilyet összegyűjtöttem, már van is az inventorimban még egy. Összesen ez 15%-ot fog levinni jelenleg. Mondjuk ne a 30-tól számoljátok, már 30-valamennyi volt. Szóval, elméletileg ezt szétütöd, és van egy ilyen bizonyos x százalék esélye, hogy dob. Ez most pont nem dobott igazából. De figyeljetek, ameddig itt mászkálok, addig mesélek nektek valamit. Szóval egy érdekesség. Um, hogyan fogalmazzak? Ugye az előző résztől számítva most már 60 kép kockát láttok a videóban. Tehát 60 FPS van egy videó felvételénél. És, és valamilyen oknál fogva az OBS, ez, ezért nem kerülnek ki időbe a 7 Days to Die részek egyébként a héten, mert valamilyen oknál fogva az OBS olyan irdatlan nagy minőségbe vette föl, meg talán még mindig veszi egyelőre, most, most teszteltem még itt körbe-körbe biciklizgettem, de hát majd végeredményében csak akkor látom, ha majd meg akarom szerkeszteni a videót, hogy, hogy, olyan nagy minőségbe vette föl a videókat, hogy beraktam a szerkesztő programba, és lefagyott a program, mert túltöltötte a memóriát. Tehát a ramot. És én meg így néztem, hogy így... Aha. Aha most miért vagy vele mennyire gonosz? És az a helyzet, hogy nem vagyok benne, hogy biztos száz százalékra, hogy most így, így, tudom, hogyan oldjam meg. Alapvetőleg ennek nem kéne gondnak lennie, hogy tíz kép kockával többet kell rögzítenie, mert a... Nem, hülye vagyok. Tudjátok, miért vagyok hülye? Most az a helyzet, hogy matematikában nem vagyok annyira jó, hogy most megmondjam, hogy ez miért több. Viszont az, úgy kell elképzelni ezt az egész szituációt, hogy az OBS, az OBS úgy rögzíti a képet, hogy megadsz neki egy minőségi szintet. Azt mondod neki, hogy nullától 51-es skálán mekkora minőséget szeretné. Minél kisebb a szám, annál minőségibb, minél nagyobb a szám, annál kevésbé minőségi. Ú, milyen helyen megyünk össze-vissza amúgy. Szóval igen, és eddig ez 18 volt, és vígan rendben tette a dolgát, tehát nem, nem, volt probléma. Most azt hiszem 28, tehát egy, egy 10 ponttal lejjebb mentünk a minőségi szinten, ha azt vesszük. Nem kell megijedni alapvetőleg, nem hiszem, hogy nagyon bárki is észrevetné a különbséget, majd a, az előző videó és e között. Tehát az előző videó és egy között, ha azt mondjátok, látjátok a különbséget, akkor hiszek nektek, de elméletileg nem kéne, hogy lássátok. Jó ideje nem láttunk ilyen izét. Ilyen... Fatönköt. Szóval igen, szóval megadod ezt a minőségi szintet. És... Azt már eddig is tudtam, hogy kevesebb képkockához, Kisebb bitrét, kisebb, min, kevesebb ilyen minőség is elegendő, mert. Mert úgy van, hogy. Tehát egy másodperc alatt látsz x mennyiségű képet. Eddig 50-et láttatok, most 60-at láttok. És. És ahhoz, hogy ez a 60 kép ugyanolyan szép legyen, mint eddig volt ahhoz ö, nagyobb adatmennyiségre van szükség. Ezért rögzít most borzasztóan sokat. Ez, ezért lett, lett, lett ez a probléma, hogy konkrétan a gépen már nem bírja el. Tehát konkrétan nem bírom szerkeszteni a videót, mert összeomlik a rendszer. N nincs elég, szimplán nincs elég memóriám. Illetve a merevlemes sem bírja azt a mennyiségű adatot. Te nem bírom visszanézni. Elindítottam a felvételt, és így a VLC, az így időnként megállt tölteni. Tehát mintha tudjátok, mintha nem lenne elég az internet. Hol van a drop? Láttam, hogy itt volt valahol. Elmentünk volna mellett? Nem, ott van. Meglepő, hogy ilyen közel lekerült hozzánk. Na mindegy, örüljünk neki. Szóval igen, öm, Nem is tudom feltétlenül, hogy mit kezdtem -e már ezzel mondani. De a lényeg, hogy így tudjátok, hogy emiatt késnek a... Ésnek a Seven Days to videók egy napot, mert hogy ezzel szórakozok. Hát ezek nem éppen a, a, a legjobb droppok, én nem tudom. Gondoljatok bele, valaki repülőgépet fizetett azért, hogy ledobjon egy receptet a Jukka meg egy vrencset. Tehát, hogy így um, wow, ember. Valaki nagyon gozdag és feleslegesen szólja a pénzét. Mondjuk a vrench az jó jöhet még, de hogy így Ja, lehetett volna jobb is. Hopp, 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 hopp. Ez kell nekünk itt. Ezt a, ezt a fertőzést, ezt le akarom vinni most már teljesen szóval. Igazából megmondom nektek őszintén, addig fogok itt körbe-körbe mászkálni, ameddig elég mézt nem találok ahhoz, hogy ezt le tudjam. Na viszont nézzük, mi van még a listámon. Pete Butcher további út. Ennyi. N nincs több. Van még egy olyan, hogy ne szedj fel tollakat mert relatív tényleg semmi értelmük, tehát ha nem használom fel őket, akkor, akkor minek gyűjtögessem. És egy néző kiemelte, hogy már megőrítem azzal, hogy ennyi rohadt tollat gyűjtök feleslegesen. Ami, amiben tök igaza van egyébként, mert itt van valahol a lepusztult föld itt mellettünk, nem tudom most így hirtem, mindegy, tudjátok, hogy itt van a lepusztult föld. Hopp, még egy méz, ez az és óvra a lát ezeket a kesejüket leütögetjük, meglövöldözzük, és igazából annyi tollunk van, amennyit akarunk. Tehát, hogy, és amúgy sem nagyon használom jelenleg ki, hogy van tollam. Alapvetőleg azoknak is van egy értéke, hogy eladjuk, de nem olyan sok. Ó, igen, ezzel a vörös éjszakával kapcsolatban nyugodtan írjátok meg a komment szekcióban, hogyha úgy gondoljátok, hogy ez olyan csalás, mert talán az, mert hogyha azt vesszük seven days to die, szóval hét nap a halára, vagy hét nap arra, hogy meghaj, hét nap, hogy meghaj, inkább talán ez így szebb fordítás. De hogy alapvetőleg szerintem ez így kényelmesebb nekem így, így videó készítés szempontjából. Mondjuk belegondolva most így abba, hogy általánosságban ti hogy szoktatok hozzáállni, amikor így megkérdezlek titeket valamiről. Ó, oh, jön, jön utánunk a füst. Lol, ezt még nem is vettem észre. Általában mindig azt mondjátok, hogy hogy legyen úgy, ahogy neked kényelmes meg, ahogy, ahogy te jónak gondolod. Általában. Legtöbb alkalommal így szokott lenni. De hogyha valaki úgy gondolná, hogy nem, bizony az a 7, az a 7, az legyen 7. Viszont akkor visszaállítom a, a zombiknak a, a számát is. De nem, mondjuk azt nem állítom vissza. Annyira jó hogy jönnek ilyen iszonyat sokan. Borzasztó sokan. Az elég király, csak az a helyzet, hogy nem tudom, hogy úgy működik-e, hogy hogy van egy X mennyiségű zombi. Szerintem van egy X mennyiségű zombi, ami jön, és hogyha leölöd őket, akkor vége a Vörös Éjszakának. De viszont, hogyha te megnöveled azt a, azt a számot 8-ról 16-ra, akkor megnövekszik -e az az X mennyiségű maximális zombi, ami lekerülhet. Vagy csak gyorsabban bedarálod őket ezt egyszer mondjuk valahogy ki kéne tesztelnem egy az első vörös éjszakára mondjuk beállítani azt, hogy jöjjön 64 zombi, és ledarálom őket mindegy mindegyiket, és megnéznénk, hogy, hogy hamarabb véget ér a vörös éjszaka, mint hogyha 8 zombit darálnék le folyamatosan. Napot nem volt. Nem tudom, mennyinél tartunk. Három volt, 4, 5. Szerintem eddig 5 méztettem. Ez itt micsoda előttünk? kis bázisocska. Jó, ja, úgy tűnik. Egész jól néz ki amúgy. Na jó, van. Ez, ez, egy jó fajta megoldás arra egyébként, hogy mézt gyűjtögessünk. De, hogy mondjam, nem a legizgalmasabb. Az egész napom ezzel, már mint a játékidőben, játékidőben mérve az egész napom ezzel megy el, hogy körbe-körbe biciklizek, és aztán azon gondolkodom, hogy miről beszéljek, hogy igazából legyen azért tartalom ebbe a videóba azon kívül, hogy ütlegelem itt a... a tönköket. Nézzétek meg! Még, 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 még se vagy a lepusztult területen. Ott egy medve már is. Egy zombi medve. <laughs> még be se értél igazából. Te csak a határán vagy, és már is egy zombi medve ott van. Elképesztő. Megmondom teljesen őszintén, eddig, eddig is azért, hogyan fogalmazzak, zavaró volt bemenni oda. Tehát eddig is volt azért érezhető kihívás változás, amikor oda mentél. Meg is haltam az első sorozat, tehát az, az a Szevendői Szudás sorozat első évadjában, fogalmazzunk így. Meg is haltam ott, ott egyszer egy ilyen, ilyen zöld, ferrál, mut, mutagin zombinak. Viszont most jelenleg hát brutális. Szerintem erre felé már járkáltam kb. Egyébként azért vettem fel azt az ásos küldetést, mert, mert azt akartam, hogy még oda megyünk, akkor körbenézek és szedek fel egy-kettőt. De igazából nincs olyan sok, mint ahogy így reménykedtem benne, hogy így tudjátok, megyek előre, találok egyet, megyek tovább, találok még egyet. Igazából nem, eléggé keresgélni kell azért őket pláne, hogy nem jelennek meg, nincs ilyen, ilyen messük, mint a nagy fáknak, mint ott látjátok, az ott egy farkas ott a távolban. Tehát egy bizonyos távolságon kívül nem látom, szerintem a fű távolsága az, ami, ami, amiben így látom. Ezt egyébként vissza is tudom akár rakni. Grass distance, ezt is visszarakjuk, object quality. Így né. És akkor most távolabb látjuk a füvet. Hopp, itt van egy. Azért lett levéve egyébként, mert az egyik stream alatt ö, Bementünk egy városba És hát na Annyi zombi volt Meg épület meg minden Hogy ö, nem, nem éppen bírta a gép És és nem is azt mondanám Hogy a gép nem bírta Szerintem inkább szimplán ö, Nem eléggé optimalizált a játék Talán talán ez a, ez a megfogalmazás erre jó Elég messziről látni viszont a zombikat Tehát hogy azért Ja Na, viszont ezzel már szerintem hatnál tartunk, ami olyan 35-öt jelent. Akkor az azt jelenti, hogy, hogy nagyjából le kell, hogy menjen. Megnézzük, hogy lemegye teljesen. Elkezdjük ezt itt kiásni, úgyis kezd esteledni kicsikét. Álljunk arra a biciklivel. Itt zombik fognak jönni. Játszottunk már ilyet? Csináltunk már ilyet egyébként? Szóval elkezdjük kiásni, és Őszintén szólva, igazából, ahogy ássuk kifele, megjelennek majd zombik. Ennyi lesz a, az egész küldetés ennél a résznél. Ezt még megtartjuk. Vagy, na, ezt, ezt vissza még. Majd kelleni fog. Legalább lesz ilyen. Ö, mi ez? Agyag. Agyagunk lesz. Le, legalább lesz ilyen agyagunk. Na, ameddig itt ásogatok, egyébként addig kiemelném a számotokra hogy van egy vlog csatornám, hogyha valakit érdekelnek a vlog videók, akkor keressen rá, hogy vloghalom itt a Youtube-on, és, és akkor iratkozzon fel, hogyha érdekelnek az ilyen vlog videók. Igazából csak ilyen különböző témákról beszélek, amik így éppen eszembe jutnak. Eddig nem sok videó van, van egy pár, de már, már van tervben még egy, amelyiket szeretném. Látjátok, már jönnek is. Ez, ez az ásós... Ilyen küldetés ez olyan, mint valami zombi vonzó hely. oh, igen. oh, igen. Ég! Ég! Burn, butcher, burn! Au! Oh. Mennyi lőszerünk? van? ah, nem akarom elhasználni. Gyere közelebb. Ó, oh, ó, oh, nagyon helyes. Nagyon jó. Haja, sok kis fű miatt most már kicsit azért nehezebb másogatni. Kifújtás a minából? Komolyan kifogysz a staminából, miközben a szimplán ásol? nézzétek meg, ilyen kettő. Ez, ez, csak olyan problémás ez a küldet. Opp! mi történt? Ja, csökkent a mérete. Mennyi lőszerünk van ebben? Nem sok. Ebben viszont azért van lőszer. Gyere. De sokáig kell várni, még újra töltöd ezt a shotgun-t. Azt a mindenit. Ja, azt hittem oly Olyan hangja volt, mint a mögölem jönne. Nem halt meg, nem írta ki az XP-t. Gyere, gyere. Ahogy. Hapszintet szintet léptünk. Á. Oké, nézzük. Hát, ha, hát egy picit könnyebben megtaláljuk. két-három mélységbe szokott lenni, és ahogy ásogatsz, úgy elkezd a kör szűkülni. Tehát nem muszáj alapvetőleg tényleg keresgélned, hanem elég csak ásogatnod. És aztán majd egyszer csak bedobja. Hogy, ó, abúgy, nézd csak, ezen a ponton van. A másik igazi nagy problémám ezzel az egész ö, ásós küldetéses divel, hogy igazából olyan lyukakat hagysz össze-vissza mindenfelé. Amúgy szerintem a felső zombik, amik. hopp, hop, már még szűkült. Szerintem a felső zombik, amik jöttek eddig, azok nem is a küldetéshez tartoztak. Azok nem tudom, rondom rám találtak, vagy valami hasonló. Azt hiszem három, három távolságra lehet maximum, de úgy néz ki, hogy lehet akár több is. Vigyunk még egyet, mert olyan, mint a staminánk nem akarna gyűlni. Pedig, pedig már végre gyógyulunk a fertőzésből. Eddig csak egyszer haltam ezen a mappon? Tetsz. Igen, egy. Na, az egy az egy nagyon szép szám. Az egy az, egy az olyan, hogy valami megtörtént, de nem igazán gyakori. Hoppat van. Nagyon jó. Oké, ezt kinyitjuk. És már távozhatunk is. Talk to trader. Megmondom teljesen őszintén, igazából le is léphetek, tehát ti, ti veletek nem nagyon kell foglalkoznom. Sziasztok! Viszont azt nézem, hogy egész jó kaja mennyiséget adott, így megnézve. Tehát, hogy ha belegondoltok, talán nem, nem olyan gáz ezt is megcsinálni. Uuuuh, ott nézzetek, két ilyen tönk. Ezeket a tönköket ezen túl vágdosni fogom. Ameddig nem vagyunk ilyen kényelmes mennyiségű mézben. Ó, oh, Na, gyerünk, adja, adja még egyet. A fene vigyél a pofádat. Spúr minden idet. Nem adod itt nekem a fatonkökből a mézt. Elméletileg van egy, egy könyv, amit ha elolvasol, akkor a fák is tudnak adni mézt. Ami nagyon király, mert ha belegondoltok, akkor fát alapvetőleg azért elég gyakran vágok. Illetve a körbenézünk elég sok van belőlük, tehát egy, hogy hiányt nagyon nem szenvednénk a fánkból. Illetve azok olyan megújuló erőforrás. De a legnagyobb előnye az, hogy nem kell keresgelnünk. Mert ezeket a tönköket azért így nézelődünk egy, egy, egy kis ideig, míg megtalálom. De szerintem egyébként eleget gyűjtöttem ahhoz, hogy elég legyen. Nem csukja be, mindegy. Azt hittem rányújtom, hogy becsukja. Nem szólt be, csak morgott. Uh, first aid bandit, de van öt darab. De ezt meg már ismerjük. Jó, tudjátok mit legyen ez? Kösz szépen. Na nézzük, tier 2-es, clear. Tier 2 és fölvesszük, aztán majd elmegyünk megcsinálni. Egyelőre viszont nincs feltétlenül szükségünk rá, hogy ezt csináljuk. Amit szeretnék, még mindig szeretnék egy-kettőt talán találni, egy-két ilyen. Ó, oh, tényleg, még ott van az ágyam fönt. Maradhat igazából oda fönt? Nagyon nem ragaszkodom hozzá, hogy ne ott legyen. Uhuhuhu. A játék még mindig nem szeret egyébként ilyen időben működni, amikor így megy le a nap. Tehát a, az előző eszközömön, a laptopon is ilyenkor bezuhant az FPS, és nem tudom, hogy mennyire láttátok így előbb, de, de akkor is bezuhant. Ó, oda nézzetek! Itt írja, itt alul nem jelöli, itt nem jelzi nekünk, de itt viszont van egy ilyen jelölésünk, hogy Antibiotic Medicine. És hát ez a kettő nem ugyanaz a szám, illetve ez nem is nagyobb, mint ez. Szóval... Ja, úgy tűnik, hogy kéne még keresgélnünk Nézd! A franc vigyel, ez... Oh! Ez a rész, ez a rész csak ebből fog állni, viszont azt hiszem csak egy kell. 16, 19, igen, egy kell. Hopp, ott volt, egy, már meg is van. Nagyon jó, akkor igazából meg is vagyunk. Mondani akartam, hogy lehetséges, hogy ebben a részben ennyit fogunk csinálni, de ezek szerint akkor nem. Lehet, hogy ebben a részben még egy picit, picit, itt így, így picit, itt még mást is fogunk csinálni. Hát ha találok még. Mert emellett is elmentem elég rendesen erre egy picit elgurulunk még. Most fog lemenni az éjszaka, tudom, de hogy. Uh, még van egy, egy. Egy kicsi időnk még van. Itt van még egy. Hát, ha még egyet össze tudok kaparintani, és akkor uh, van gyógyszerünk, hogy kezeljük a legközelebbit is. Egyelőre ez így nem történt meg. Oké, okay, jelentem nem történt meg, hogy begyűjtsek még egy mézt de mentem arra felé. És euh, találkoztam zombikkal, szóval nem szeretnék feltétlenül menekülni előlük. Szóval jövünk haza, ez kész. Aztán most úgy is elláttuk igazából ezt a fertőzést, most, jó, most jók vagyunk. Egy ne. Alapvetőleg ebbe a pontba ide beállni. És itt belegondolva, ez itt már nem a legbiztonságosabb rész. Ez bővíteni kéne még a falait még egyel. Mert mert innen már egy könnyen. Mondjuk itt van még egy ajtó, meg még egy ilyen fedés. Nem vagyok 100%-ig biztos, hogy erről fognak támadni itt ezen az úton végigmenni. Én gondolkodtam rajta, hogy ezt a, ezt a vonalat itt szétszedem. Ezt itt, és akkor ez is üveg legyen. Mert elég jól néz ki. Azt kell mondjam, hogy elég jól néz ki ez az egész. Na, ezt is használjuk fel, és ha minden igaz, akkor most már. Most már meg fogunk gyógyulni. Nagyon jó, figyeljetek! Egy rész alatt igazából kidődítottuk magunkat a vírusfertőzésből, ami nem egy, nem egy rossz ö, teljesítmény. Ha már itt vagyok, akkor ezt, ezt itt fejlesztem, ezt az egész mindent. láttátok, hogy keresztül mászott a izén? Ez meg üti balról a falat. Jó. Ö, van egy olyan érzésem, hogy ezek a... Ezek a hecsek ott az a ház oldalán, ezek nem a legjobb döntések a világon. Mert hiába erősek, ezek a zombik annyira ostobák... Hoppá. Annyira ostobák, hogy azt verik szét. Meg van töltve, nincs megtöltve. Gyere erre! Gyere, gyere szépen. Hogy? Te jól bírod, egyen meg a szívedet. Szóval ez, ez a rész itt, ez, ez abból a szempontból nem tetszik, hogy fogta és átugrott rajta, már mint egy keresztül mászott rajta. A fene vigyél. Egyébként azzal, hogy megütött, azzal a változott, nem, nem változott az arány. Jó. De be tudjuk ezt rakni. Nem egyetel is használhatunk őszintén, szóval nem, nem feltétlenül van a tartogatni. Itt vannak a Salvage Harvest, a Lockpick Success, meg a Mining Harvest cuccaim. Ezeket nem vagyok benne biztos, hogy melyik mappon vannak, hogy az élőadásos mappon vannak, vagy itt vannak ebben, de ezek szerint most már tudjuk, hogy itt vannak. Ezek meg a ladásba mennek ide, az a Wrench. Az jön szépen ide. Ó, már van egy üröntsünk, akkor az nem rossz. Ide meg szépen jöhetnek be annyi anyagok. Mi legyen még ebben a részben? Őszintén szóval nem vagyok benne biztos. Azt mond nekem, hogy tudunk-e üveget készíteni. Glass block, tudunk még. Jó, egy mindenképp kell. Ezt lebontsam itt. Nézzük meg, lebontom, nézzük meg, hogy néz ki. Na hát, így néz ki. Hmm. Alapvetőleg nem néz ki olyan rosszul, de azt a rácsot, azt, azt, szerintem kicsit át kell alakítani. Van is oda egy ötletem. Hogyha frame-et használunk, frame, shape, háromra van szükségem. És ez minek számít? Fence-nek? Nem fence-nek, hanem rail-nek. Rail. Ez nem úgy néz ki, amilyen ez viszont úgy... ah, mondjuk ez se néz ki teljesen úgy, ahogy én szeretném. Mondjuk de, de, ez teljesen jó lesz szerintem. Várjátok, csak nézzük csak meg. Szerintem jók vagyunk. Ezt meg lehet be kéne fejezni, hogy itt azért ne tudjanak rám rohanni, hogyha itt mászkálok kint. Szóval... Advance-ben... Majdnem. Igazából majdnem. Hop, 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 hop. Ez. Igen, ez így. És így, így, így már talán úgy néz ki, ahogy ki kell néznie. Sőt, így teljesen úgy néz ki, ahogy én szeretném, hogy kinézzem. Ez a rács, ez igazából semmi másra nem kell, csak arra, hogy ne tudjanak feltétlenül közvetlenül oda felugrani fucking hell. Tovább fejlesztettem az egyik üveget. Na jó, van. ennyi. Ezt az üveget meg ki kell cserélnünk. Oh boy. Pedeszkáztam az üvegemet. Nem baj, úgyis több üvegünk van, mint amire feltétlenül szükségünk van. Csak most valahogy ki kéne választanom. Így. Na, így jó. Na, na, így egész, így, így a mondó vagyok. Nem a legjobb, mert az, ja, nem a legjobb, de egész jó, nem vészes, nem vészes. Nem hiszem, hogy van olyan rács, ami, ami ott nem húz egy vonalat, hanem csak így lemegy oda, és akkor egy olyan is, szerintem nincs olyan. De így, így, így szerintem egész jó, ez így elfogadható. És akkor ide valami világítás, csak be van világítva az egész igazából. Üh, tényleg, az egész igazából be van világítva egyetlen világítással. Na, király, hát figyeljetek, ez, ez a bázis egész jó lesz egy idő után. Egész jó lesz, azt kell mondjam, kifejezetten elégedett vagyok vele. Itt ezt még akartam. Ilyenre. Illetve... Window, ezeket öt darab. Viszont még kell három, azt hiszem, igen. Így, ezeket itt ki akarom cserélni. Tehát ezek itt hátul, ezek ilyenek lesznek, ez a rész lesz ilyen, ilyen full üveg az egész. Tető is lehetett volna üveg, na mindegy. Itt legalább üveget kapunk az üvegért. Nem úgy, mint a, a képkeretek mostanában. Aj, lejárt már megint a cuccod. Tessék. Ahogy ne. Készítsed nekem! Igazából már csak ez lesz a, a, videóban. Ez most egy, egy picit rövidebb, mint a, az előző, meg az előző előtti videó. Azt hiszem az előző is olyan, olyan hosszabb volt, de igazából elég sokat elszórakoztunk azzal, hogy meggyógyítsam magam. De figyeljetek, egyszer meg kell ejteni. Olyan van különbség a... Nem nagyon, nem, nem nehéz ki úgy, mint lenne különbség a kettő között. Így ne. Lehetett volna. Ja, nem lehetett volna bejobb. Jó, mindegy. Egy. Na, szerintem egész okésan néz ki. Ezeket is ki kéne cserélni. Ezek is olyanok kéne, hogy legyenek. Nem majd szépen körbe festjük, és akkor majd jobban fog kinézni. Vagy, vagy csak ezek lesznek ilyen fák, és akkor a többi rész lesz átfestve. Itt még szépen festegetni kell, sőt ezt is majd ki kell javítani, mert ezt most tönkretettem az utolsó alkalommal. Ja, akkor viszont itt is be tudnak mászni. Egyen meg a szívüket. Várjátok, nincs láncsánk. Nincs. Tudok készíteni esetleg? Spear. Stone spear. Stone kell, meg fiber. Adjál fibert, adjál stone-t. Szóval azt mond meg nekem, hogy én ezt előveszem. Nem, megszúrja. Nem lehet átszúrni ezen a ponton. Szerintem akkor lencse lehet. Szerintem akkor ezen se. Ezt is megüti. Ez szomorú. Ez szomorú őszintén szólva. Bár azt hiszem... Viszont az nem véd annyit. Hmm. Nem egy fél blokkot ki lehetne ide rakni. Vagy nem is ide, hanem inkább ide föntre. Egy ilyen fél blokkot, tudjátok, amely egy, egy ilyen half blok. Mint ezek, csak, csak nem, nem olyat. Megmutatom, mire gondolok. Prém. És akkor az a fél blok igazából szerintem megakadályozza, hogy keresztül jussanak. Jó formán ez. Ez, ez már itt is van. Ezt uh, nem is tudom, hogy meg tudom-e valahol mutatni nektek. Van olyan pontunk? Nincs feltétlenül olyan pontunk. Á, ah, mindegy. Egy fene. Várjátok, ide talán nem tudom rájezni, hogy nem, mindegy. Szóval értitek, mire gondolok igazából, annyi a célja az egésznek, hogy ezt levesszük, és akkor egy ilyen fél blokkot így odarakunk. Így né, és akkor tudjuk ütni a fejüket a zombiknak. Ők viszont nem tudnak bemászni. Sőt, még ezt, ezt még lehet igazából szerintem még vékonyabbra is csinálni valami még vékonyabb blog fajtát keresni. De ez, ez igazából ez már csak a jövő zenéje. Ha tetszett ez a videó, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem tettétek meg, nézzetek körbe a csatornán, hát ha találtok valami mást is, amit szívesen megnéznétek tőlem. Elkezdtem most nemrég a... Ó, várjatok, az még lehet nem, 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 került ki. Na mindegy, nézzetek utána a Green Hellnek például, az az Amazonasban ilyen, Amazon az esőerdőben ilyen túlélős játék, hát ha az is tetszik nektek. A sorozat egy része régebben indult el, és most indítottam újra, és ha minden igaz, már kikerült az új rész, de nem vagyok 100 biztos, viszont van mit pótolni, hogyha, hogyha érdekeltiteket. Na mindegy, sziasztok!